Iskolakezdési támogatás, segítik az önkormányzatok a diákokat és a családokat. Szántás hagyományosan, lóvontatással húzták az ekét nagyhalászban. Szilvalekvár főtt, ismét összegyűltek az édes étek szerelmesei Szatmárcsekén. Jövő pénteken, szeptember 1-én újra iskolapadba ülnek a diákok, a kezdés nagy anyagi terhet jelenthet a családoknak, az önkormányzatok eltérő módon, de segítséget nyújtanak az iskolakezdéshez. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A megyeszékhelyen Nyíregyházán az önkormányzat minden alsós kisdiáknak tanszercsomagot ad, ez 4500 gyermeket érint a városban. Nyírteleken pedig az önkormányzat átvállalja az étkeztetés díját a bölcsődések, az óvodások és az általános iskolások esetében. Két hét és újra benépesülnek a tantermek Nyíregyháza általános iskoláiban is. A tanévkezdés minden évben izgalmas időszak gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Utóbbiak számára azért is, mert a tanszerek, eszközök, vagy épp a testnevelési órákhoz szükséges ruhák beszerzése komoly kiadásokat jelent a háztartások számára. Ezeket a terheket próbálják csökkenteni a különböző iskolakezdési támogatásokkal Nyíregyházán, mondta el Jászai Menyhért, a város alpolgármestere. Valamennyi olyan személy, és nem is mondom azt, hogy gyermek, mert lehet adott esetben, hogy már nagykorú is lehet, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az vagy 6000 vagy 6500 forintot fog kapni, most augusztus 25-től 31-ig kézbesíti a posta. Novemberben újabb etap lesz, ez megkönnyíti a családoknak az életét, és ez ahhoz a minősítéshez van kötve, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesül az illető vagy sem. Az augusztus 1-i állapotokat vesszük figyelembe jelen esetben, hiszen ennek van egy finanszírozás és egy logisztikai oldala, ki kell jutatni az utalványokat, de aki úgy érzi, hogy ő egyébként rendszeres gyermekkedvezményben részesül, jogosult lenne, de nem kapja, akkor fáradjon be az ügyfélszolgálati irodára, a szociális ügyekért intéző kollégák rendelkezésre állnak, mert akkor a jegyző megállapítja ezt a kedvezményt, és innentől kezdve egy sor dologhoz majd jogosultak. Szintén nagy segítséget jelenthet a családok számára iskolakezdéskor az önkormányzat által biztosított tanszertámogatás. A város nettó 2000 forint értékű csomaggal látja el az első, második, harmadik és negyedik osztályosokat. Ez csaknem 4500 tanulót érint a vármegye székhelyen. A jogosultak az első tanítási napon vehetik át az eszközöket. Nem csak az iskola kezdésre igényelhető azonban támogatás, a szülők egyfőre jutó jövedelme alapján a tanév közben is segítséget kaphatnak a fiatalok. Az egyik egy bérlettámogatás, a rászoruló gyerekek bérleteit 50-80%-ban visszatérítjük, ez megint a minősítéstől függ, hogy milyen a rászorultságnak a foka, de ezt kérhetik, ez egy nagyon kedvező dolog, és ha az idei esztendőben vezetünk be egy új támogatási formát, hogyha valakinek a egyébként nem jogosult étkezési kedvezményre ki kell fizetni a teljes étkezési költséget, de valamiért nem fér be egy támogatási formába is, de rászoruló, akkor neki nyitottunk egy csatornát, és tőlünk érheti 4000 forint per főben maximálva, hogy az étkezési költségét is támogassuk. Hát ha ezt felszózunk 10-zel, akkor az egy 40000 forint, hogyha valaki egészében jogosult. Tehát igyekszünk mindig figyelni azokat a mozgásokat, hogy milyen dolgok történnek, emelkedtek az élelmiszerárak, emelkedik a térítési díj, és akkor tudunk-e, kell-e segítség, akkor próbáljuk meg, hogy milyen támogatással tudunk. Még csak átutazóban kerékpároznak Nyírtelek iskola utcáján a gyermekek édesanyjukkal. Rövidesen azonban a helyi katolikus általános iskola is élettel telik meg. Készülnek a kezdésre az önkormányzatnál is, itt azonban nem elsősorban a tanév elejére, hanem annak egészére irányítják a támogatást. Szekeres József Nyírtelek polgármestere azt mondta, a 6000 és 6500 forintos támogatás náluk is biztosított, a városvezetés azonban egyedi módon egész tanévre vonatkozó támogatást biztosít. Mi inkább azt választottuk, hogy egész évben ingyenes étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ezt egy felmenő rendszerben találtuk ki, először az óvoda, bölcsőde, aztán pedig az alsó tagozat, majd a felső tagozat. Ez havi 15000 forintot jelent a családoknak, gyerekenként természetesen, és ezt mi egész évben biztosítjuk a számukra, de a nyári alkalmakat is megragadjuk, amikor pályázat van, akkor a
azokat a gyerekeket, akik már tudnak munkát végezni, azokat természetesen ide csábítjuk magunkhoz, és tulajdonképpen ilyen nyári munkában foglalkoztatjuk őket, amelynek a szocho részét az önkormányzat biztosítja és fizeti. Nem csak az óvodások és kisiskolások, hanem a felsőoktatásban tanulók számára is érhető el támogatás. Ahogy Nyíregyháza, úgy Nyírtelek is részt vesz a Burza Hungarika ösztöndíj pályázatában. Ezt a havi finanszírozású támogatást hátrányos helyzetű, nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint felsőoktatási szakképzésben tanulók igényelhetik. Szerdán a Vármegyeháza nagytermében mutatják be az Én megyém az én történetem programban elkészült 5 dokumentumfilmet. A Vármegyei Önkormányzat és a Dunatáj Alapítvány közös szervezésében a helyi identitást erősítő alkotások készültek, amelyeket a nyár folyamán 12 helyszínen több mint 1100-an láttak már. 30-án jött be az első orosz csapat Uszkába, ezeknek 5 nap szabadrablást engedélyezte. Szemtanúk elbeszélésében elevenednek meg a 20. század tragikus szabolcs-szatmár-beregi eseményei. A Vármegyeháza és a Dunatáj Alapítvány az Én megyém az én történetem címmel indított programjában 5 dokumentumfilmet készítettek elismert filmes szakemberek. A mozgóképes alkotások célja többek között a fiatalok megszólítása és a helyi identitás erősítése. Vármegyei önazonosságunk megőrzése, továbbfejlesztése nagyon fontos célkitűzés a Vármegyei Önkormányzat számára, ezért egy újabb identitásprojektet valósítottunk meg, amely filmes eszközökkel dolgozza fel a Vármegye közelmúltjának tragikus eseményeit. A Málenki robottól kezdve Trianonon át a rendszerváltás időszakáig szólnak ezek a filmalkotások. Egy nyilvános és ingyenes vetítést tervezünk 23-án este 6 órától itt a Vármegyeháza nagy termében. Szeretettel mindenkit várunk erre a vetítésre, amelyen 2 alkotást mutatunk be. A filmeket az elmúlt hónapokban 12 helyszínen, például Fehérgyarmaton, összesen több mint 1100-an láthatták, többségében fiatalok. Én hiszek a fiatalságban, és ezt a tapasztalatot vissza is adták ezek a rendezvények, hiszen a fiatalok nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak. Mindennek a kulcsa egy jó moderáció, és a moderátor szerepet a mi esetünkben az alkotók, a filmet megálmodók jelentették. Ők a helyszíneken igyekeztek a fiatalokat bevonni, hol játékosan, hol formálisan, hol informálisan, hiszen az volt a lényeg, hogy ezeket a nehéz történelmi tényeket, témákat közelebb vigyük a fiatalokhoz. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Vármegyei Önkormányzat célja, hogy az elkészült dokumentumfilmek a televíziós csatornákon és az online felületeken a szélesebb közönséghez is eljussanak. Az alkotások jelenleg a Vármegyeházán kölcsönözhetők. Az augusztus 23-ai vetítést követően 25-én ismét bemutatóra várják a közönséget. Az Asszony lázadás Nyírcsaholyban című kisfilmet a községben tekinthetik meg az érdeklődők. Korábban gondokat okozott Fényes Litkén a belvíz problémája, ezt oldották meg idén új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével. 2 elnyert pályázatnak köszönhetően 10 utcában valósultak meg fejlesztések, összesen csaknem 800 millió forint értékben. A településen a hamarosan épülő új belterületi kerékpárúthoz kapcsolódóan is folytatódik a rendszer megvalósítása. Tavaly októberben adták át Fényes Litke szomszédságában Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti átrakóját. Idén egy más jellegű, de szintén jelentős léptékű beruházás ért véget a településen. Májusban avatták fel a 340 millió forintból felépített 2 csoportszobás bölcsődét. Mindeközben pedig azon is dolgoztak a községben, hogy hatékonyan kezelni tudják a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot. Erre csaknem 800 millió forintot fordíthatott az önkormányzat Európai Uniós forrásból. Ez 2 pályázatból tudtuk megoldani, ez a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül valósulhatott meg, mely pályázatokat 2020-ba tudtuk beadni, a döntés pedig megszületett 2021-ben, amit egy hosszas közbeszerzési eljárás követett. Itt viszont egy olyan kivitelező céget tudtunk találni, Kevisz 21 ZRT-t, aki egy rövid idő belül meg tudta valósítani ezt a beruházást.
Méretét tekintve ez egy olyan 765 millió forintos beruházás, ez a két pályázat együtt. Fényes Litkén régóta tervezték a település belvízzel vezető hálózatának fejlesztését. A projekteknek köszönhetően 10 utcában oldották meg a korábban jelentkező problémákat. Sőt, egy rövidesen induló új projektnek köszönhetően még hatékonyabb lehet a rendszer. Ez egy hatalmas lépték. Ezt úgy veszük, ez 10 utcát jelent itt Fényes Litkén, ami igazából a településnek majdnem a felét lefedi, és itt tudott megújulni ez a rendszer. És ha tovább folytatom, hogy tovább gondoljuk, hogy milyen beruházások lesznek még itt Fényes Litkén, van egy nyertes pályázatunk egyébként kerékpáros útra, aminek a nyomvonala mentén ismételten meg fog valósulni a csapadékvíz elvezető rendszernek a megfelújítása, megújítása. Úgyhogy ha úgy gondoljuk, ezt így végig gondoljuk, akkor Fényes Litkén életében a csapadékvíz elvezető rendszer 100%-osan és jól fog tudni működni a közeljövőben. A projekt nem csak az új rendszer kiépítését tartalmazta, a pályázatok keretében szemléletformáló előadásokat és rajzpályázatot is hirdettek a helyi gyermekek számára az esővíz hatékony felhasználásának témájában. Hagyományosan lóvontatással szántottak a hétvégén Nagyhalászban, a korhű mezőgazdasági módszerrel 5 vármegye 23 csapata mérkőzött meg. A cél nem a gyorsaság, hanem a minőségi szántás volt. Bevonuláshoz sorakoznak a lovasfogatok, miközben Hajdúságból érkezett csikósok lovas mutatványai szórakoztatják a közönséget. A 16. hagyományőrző rétközi lófogatolású szántóverseny megnyitóján még a színpad előtt sorakoznak a díjak, melyek a beszántott területek mustrája után kerülnek kiosztásra. 23 eke válta a barázdát, 5 vármegyét képviselve. 2007-ben kezdtük ezt a rendezvényt. A Szőke Lászlóné Erika kezdeményezésére, aki a lovas csapatot összefogta, és gondolta, hogy ezt a régi hagyományt, amivel őseink megművelték a földet, ő szeretné, hogyha verseny lenne ezek az emberek között, akik minden nap megmérkőznek ezért a kenyérért, és elindítottuk 2007-ben ezt a rendezvényt, és azóta töretlenül minden évben meg tudtuk rendezni, és az a öröm számomra, hogy még mindig 23 versenyző neki tud állni a barázda kezdésnek is, és el tudja kezdeni a tehetségének a bemutatását. A kisebb földterületeken, nagyobb kertekben máig munkában vannak a lovak, és ennek számos előnye is van. Ló és gazda összeszokott rutinja, a gördülékeny munka záloga. Gyerekkoromtól kezdve lovas embernek tartom magam, szüleimnek is voltak lovai, majd férjhez menetelem után szintén lovak között vagyunk, jelenleg is vannak lovaink, állatbarát vagyok, szeretem a lovakat, és szeretem a szép dolgokat, a szép hagyományokat. Ekkor jött ez a gondolat, hogy próbáljuk meg őseink örökségét továbbvinni, bemutatni a mai gyerekeknek, hogy régen hogyan is dolgoztak az emberek, ló és lovas barátságát bemutatni. Innen indult ez az egész gondolat, és jelenleg a 16. alkalommal vagyunk itt. Zsűri értékeli az első barázdát több szempont alapján. Ennek meghúzása egyszerre történik. Azt követően mindenki a maga tempójában dolgozik, a ló vezetéséért pedig pont levonás jár. A gyorsaság nem a legfontosabb szempont, a hangsúly az elvégzett munka minőségén van. Díjazás szempontjából két kategóriát veszünk, az egyes fogatolású és a kettes fogatolású külön lesz értékelve, és a két összevetésben pedig egy vándorserleg van, amit mindig őriz a legjobb. Nagyhalászban folyamatosan ápolják ennek a szántási módszernek a hagyományát. Már tervezik a jövő évi 17. versenyt is. Édes, ragadós és minden évben százakat mozgat meg. A hétvégén rendezték meg a Szilva Lekvárfőző versenyt Szatmárcsekén. A versengésre szerte az országból és a határon túlról, például Erdélyből is érkeztek vendégek. Hagyományos módszerrel készül a Szilva Lekvár, miközben a kemény munkát végzőt mindenben támogatják társai. Humorosan és komolyan, de minden csapat korán kezdte a főzést ahhoz, hogy ízletes lekvárt készítsen. Itt már 7 órakor elkezdődik a munka, ugye mindenki megkapja a nem tudom szilvát, mivel itt abból fől a szilvalekvár, mindenki ugyanolyan szilvát kap, és 7 órától kezdve itt mossák, ciberézik, főzik, tehát
mint egy más rendezvényen, más fesztiválon, azért ott főleg a mulatási rész, ami ki van emelve, itt azért nagyon sok munkát kell beletenni mind a résztvevő csapatoknak, de mondhatom akár a saját kollégáimat is, mert van munka vele, mire ez a szilvából szilvalekvár lesz. A Nem tudom, Szilva és a Szilvalekvár meghatározó gasztronómiai élmény nyújt a környéken élőknek és az ide látogató turistáknak. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint a lekvárban minden benne van, amiért térségben élőket jellemzi. A lekvár, a szilvalekvár az egy ilyen ragadó, sűrű anyag, amelyet, hogyha megkóstolunk, akkor ugye ezer íz árad szét a szánkban, és valahogy ez jellemzi ezt a közösséget is, ezeket a kisfalvakat, hogy egy nagyon erős massza alkotja őket, akik összetartanak, hogyha nehézség van, akkor még inkább összetartanak, de azért, hogyha kell, akkor egymásnak is segítenek, és így alkotják azt az egészet, amelyre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk itt a Szatmár-Berekben, és hát erősítik azt az identitást, azt a vármegyei identitást, amelynek sok lába van, de az egyik legfontosabb lába én úgy gondolom, hogy a Szatmár-Bereg, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a lekvárfőző fesztivál, ez már évtizedek óta hagyományként megy tovább, és bízunk benne, hogy sok-sok évtizeden keresztül itt a Kárpát-medence közepén azért még ez a hagyomány, ez még élni fog, és ezáltal az az ősi örökség, amely nagyon-nagyon fontos és szükséges ahhoz, hogy tovább éljünk, az megmarad majd az utánunk következő nemzedékek számára is. Az összetartozás élményére pedig minden eddiginél nagyobb szükség van. A vármegyei főispán szerint a kultúra közösségépítő hatással bír. Én azt gondolom, hogy nem csak az ittenieknek, hanem az egész megyének, egy vármegyének egy rendkívül nagy büszkeség az, hogy azokat a hagyományokat, amelyeket nemzedékeken keresztül szüleink, nagyszüleink és az ő felmenőink vittek, ezeket a hagyományokat életben tartsuk és tovább vigyük, és ez az kell, hogy ilyen rendezvények szerveződjenek, úgyhogy nagyon gratulálok itt a szatmárcsekélyeknek, a helyieknek is, meg hát mindenkinek, aki ebben a rendezvényben besegít és részt vesz, mert azt gondolom, hogy egy kiváló alkalom arra, hogy megmutassuk ezeket az értékeket, és ne csak megmutassuk, hanem meg is tartsuk ezeket. A Szilvalekvár főző versenyt 23. alkalommal rendezték meg Szatmárcsekén. Nem csak a környékről, hanem a határ túloldaláról, például az erdélyi Kászon településről is érkeztek versenyzők és vendégek. Tejet szállító kamion borult az oldalára hétfőn délután az M3-as autópálya vármegyei szakaszán. A rendőrség és a katasztrófa védelem teljes útzár mellett dolgozott Nagykáló és Ófehértó között. A tartály kocsiból nem csak tej, hanem az üzemanyag is az úttestre borult. Daru segítségével tudták kerekeire állítani, míg a megmaradt tejet egy másik teherautóba fejtették át. Személyes sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős mind a kamionban, mind az útpályában. Hetedik alkalommal rendezte a Sóstókupa nyílt strandbirkózó versenyét a Nyílsport Sport Egyesület. A tornára a nyíregyházi klub sportolóin kívül a vármegye több pontjáról, Tiszacsegéről, Hajdunánásról, sőt Szlovákiából is érkeztek versenyzők. Nem csak igazolt birkózók tehették próbára azonban képességeiket, a sóstói strandon bárki kipróbálhatta a különleges sportágat. Bár a homokon általában a futball, a kézilabda vagy a röplabda a leginkább szemnek megszokott sportág, az elmúlt hétvégén birkózók feszültek egymásnak a sóstói parkfürdő pályáján. A Nyírsport esei már hetedik alkalommal szervezte meg a Sóstó Kupa nyílt strandbirkózó viadalát Nyíregyházán. A különleges sportág Amerikából származik, mondta el Pocsai István, a szervező egyesület elnöke. Az volt a cél, hogy minél egyszerűbbek legyenek a szabályok, ennek megfelelően népi sportágokból választottak egy szabályrendszert. Maximum 3 percig tart egy menet, ha kitoljuk az ellenfelet a körből, akkor 1 pont, hogyha a kezén kívül bármelyik része a földet éri, szintén 1 pont, és hogyha a hátára érkezik az ellenfél, az viszont 3 pont és véget is ér a mérkőzés, ugyanis vagy 3 perc, vagy 3 pont. Tehát viszonylag egyszerű szabályok. A hétvégi versenyen óvodás korcsoporttól egészen veteránkorig szerveztek mérkőzéseket a különböző súlycsoportokban. Az igazolt birkózók és a résztvevő egyesületek tekintetében igen színes volt a paletta. A nyíregyháziakon kívül a vármegye több pontjáról érkeztek versenyzők, emellett pedig Hajdú-Bihar vármegyei, sőt határon túli birkózók is jelen voltak. Szlovákiából érkeztek, főleg a megyéből, illetve Tiszacsege, aki a másik megyéből jön. Ők, akik igazolt versenyzők, tehát klubok, Balkány, Bökönny, Hajdunánás, tehát
elég sok klub összejött. Itt kiemelném például balkányi csapatból Felföldi Szabolcs, ő többszörös korosztályos magyar bajnok a birkózásban. Ő is eljött, és a kasaiak közül pedig a idei serdülő Európa-bajnoki 5. helyezett is részt vett a versenyünkön. Az eseményen ugyanakkor nem csak egyesületben szereplő birkózók vehettek részt, bárki kipróbálhatta magát a sóstói kupa alkalmával. Szeptembertől egyébként rendszeres versenyeken vehetnek részt a nyírsport ESE igazolt birkózói, a diákolimpiai selejtezők, majd döntők alkalmával. Vereséget szenvedett hétfő este a Kisvárda felnőtt labdarúgó csapata az NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. Gerlicki Máté együttesét 4-1-re győzte le a Debrecen a Nagyerdei stadionban. A várdaiak jelenleg egy győzelem, egy döntetlen és két vereség után a tabella 8. helyén állnak. A csapat legközelebb a Diósgyőr ellen lép pályára, a mérkőzés szombaton 17 óra 45 perckor rendezik meg Miskolcon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jövő pénteken, szeptember 1-én újra iskolapadba ülnek a diákok, a kezdés nagy anyagi terhet jelenthet a családoknak. Az önkormányzatok eltérő módon, de segítséget nyújtanak az iskola kezdéshez. A megyeszékhelyen, Nyíregyházán az önkormányzat minden alsós kisdiáknak tanszercsomagot ad. Ez 4500 gyermeket érint a városban. Nyírteleken pedig az önkormányzat átvállalja az étkeztetés díját a bölcsődések, az óvodások és az általános iskolások esetében. Hagyományosan lóvontatással szántottak a hétvégén Nagyhalászban, a korhű mezőgazdasági módszerrel 5 vármegye 23 csapata mérkőzött meg. A cél nem a gyorsaság, hanem a minőségi szántás volt. Édes, ragadós és minden évben százakat mozgat meg. A hétvégén rendezték meg a Szilva lekvárfőző versenyt Szatmárcsekén. A versengésre szerte az országból és a határon túlról, például Erdélyből is érkeztek vendégek. Augusztus 22-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka derült füllett idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul. Szerdán napközben újra felmelegszik, az idő kisebb zivatarra lehet esély, 28-30 fok várható. A hét további részében marad a nyárias meleg idő, csapadék nélkül.